Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban némi érdekesség állt fent. Most itt vagyunk a Bosnyák téren, és mint láthatjátok a 69-es villamos. Innen közlekedik ugye a szokott pályáján egy idő után természetesen, bár abszolút nem szokott, hogy a Bosnyákig bejön, azaz a 3-as vonalára érkezik, illetve a 3-as pedig a 69-es, illetve a 62A közös szakaszára megy fel a Tóth István utcáig. Ez csak két szombati napra érvényes menetrend, illetve érvényes változás. Ez a mostani szeptember 7-ei szombat, illetve majd a szeptember 14-ei, tehát jövő szombati idő intervallumra datálódik. És hát a lényeg az, hogy ugye majd szépen arról jön fel a 69-es, és valószínűleg itt fog, nem valószínűleg, szinte biztos, hogy itt tud visszafogni, és akkor innen váltja a menetirány. Gondolom ezért is választották a Bosnyák teret végállomásként. Ugye egyébként, hogy mi zajlik most jelenleg a lenti részen, hát én lenti résznek hívom, ugye ez a Mexikói út és a Nagy Lajos Király útja Czobor utca között. Ugye jelenleg garanciális javítás folyik, illetve ezen a két szombaton erre lehet ott számítani. Úgyhogy valószínűleg itt fog majd, miért mondom, hogy valószínűleg itt fog majd visszafogni a 69-es, és ezt természetesen meg is fogjuk várni, illetve a 69-essel fel is fogunk menni, és megnézzük a 3-ast egy olyan szakaszon, ahol azért kaf villamost igen ritkán lehet látni. Bár pont múltkor, azt hiszem, nem is tudom, lehet, hogy ezen a héten volt egy baleset, és akkor a 69-es villamost kaf villamosokkal segítették, illetve a lent ragadt 3-as kafok álltak át a 69-es vonalra. Úgyhogy pont most volt erre egyébként példa, de hát nyilvánvalóan itt most másról van szó, úgyhogy szépen várjuk akkor a TV6000-es 69-es, miközben itt a zuglói kocsiszint is láthatjátok, ahogy éppen a felújítási munkálatok zajlanak, ugye ezt mutattam az egyik éjszakai videómban is. Na hát várakozunk. Már beelőzte a 3-as, pedig egyébként a menetrend szerint a 69-esnek kellene előbb elhagyni a Bosnyák teret, de hát egyébként teljesen felesleges lett volna, mert a 3-asnak ott várakozni, mert egyébként a 69-es meg nem volt arra kész, hogy beálljon ide, úgyhogy ez így volt jó. Na és a zuglói kocsiszínhárt még távolállattól kész legyen, de szépül épül. Na és akkor szépen mindjárt keresztezzük a Volt 44-es villamos vágányait. Ugye klassz lett volna, hogyha ott fog vissza, de hát nyilván az értelmetlen, és egyébként azt hiszem, hogy kivitelezhetetlen is lett volna.
Na, itt áll bent egyébként. Majd a 69-es az ellenkező irányba. Pont elcsíptük, hát majd a 3-asra egy kicsit most várnunk kell, mert majd 8 perc múlva, illetve 5 perc múlva lesz 3-as mozgás. És láthatjátok, a szokásos TV 6000-es járatok vannak, tehát igazából csak egy kis útvonal változás történt. Mondjuk arra nem nagyon emlékszem, hogy ide a 3-as feljött volna. A 69-esre viszont emlékszem, hogy a bosnyákra már volt, hogy bejött, hiszen az egy jó visszafogási lehetőség az ő számára. Ja, és igen, szakad az eső, úgyhogy egyébként ilyen kapuajakból, meg megálló esőbeállókból videózom, hogy ne legyen probléma se a telefonnak, se pedig a stabilizátornak, úgyhogy ezért nem mindig a legjobb felvételek születnek, hanem inkább ami nem technikailag, hanem most a időjárási szempontból adottak egyébként közben itt a 2-5-ös busz farka szemet néz egymással. Úgyhogy hát várjuk a 3-asra, mindenképpen egy párat nektek itt le akarok videózni. Na és akkor jön a 3-as. Kár, hogy nem megy fel a hurokig, amúgy ott azért videóztam volna szívesen. Na és hát ugye normál esetben arrafele kanyarodik a 3-as, és hát természetesen gondolom, hogy azért kíváncsiak vagytok, hogy mi zajlik azon a szakaszon, illetve itt láthatjátok konkrétan a 3-as 69-es villamos fotójáratot. Ez nem volt megtervezve, de akkor pont jókor jött, mert most akartam arról beszélni, hogy egyrészt ugye pótlóbuszok közlekednek, meg szerintem nézzük meg azt is, hogy valóban komoly munkálatok folynak-e. Na, beálltam most ide egy kapuajba, és akkor megmutatom nektek, srácok, hát ne haragudjatok, ez ilyen nagyon gyökér módszerrel fogok most itt nektek rögzítgetni, de szóval van munka egyébként itt a lenti szakaszon, tényleg. Böcsülettel aszfaltoznak a srácok, vagy nem tudom, mit csinálnak konkrétan, az előbb aszfaltoztak egyébként, meg vannak is itt ilyen mindenféle hibák a vágánynak, a vágány körülvevő betonba, úgyhogy akkor van azért munka itt. És ne haragudjatok, srácok, hát nem is megyek tovább. Egyébként nézzetek meg, ilyen szinten szakad az eső, úgyhogy ezért is videóztam csak így a kapualjakból, meg ilyen helyekről, viszont szerettem volna nektek mindenképpen dokumentálni az eseményeket, úgyhogy hát innen most megköszönöm nektek a figyelmet, és remélem velem tartotok legközelebb is. A like-ról meg ne feledkezzetek meg, hogyha tehetitek, persze, és hogyha tetszett, nyilvánvalóan. Sziasztok!